Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Az elmúlt időszakban a szimbólum kártya, ami hát ugye elég nagy számú, tehát összesen 78 lapból áll, eléggé elhanyagoltuk mostanában, úgyhogy úgy gondolom, hogy egy kicsit lépjünk tovább, bár hozzá kell tegyem, hogy mivel kettesével beszélünk, tehát már úgy értve, hogy két jel kapcsolatáról beszélünk, így nyilván az oroszlánig, ameddig eljutottunk, tehát ahogy haladunk előre, mindig egyre kevesebb lesz egy-egy jel kombinációban. Tehát, ha most az oroszlán halakat megbeszéljük, és a következő alkalommal kezdünk a szűz és a mérleggel. Ugye ez azért érdekes, mert akkor onnantól kezdve már csak a szűz mérleg, szűz skorpió, szűz nyilas, bak, vízöntő halak. Tehát eljutottunk oda, hogy már egyre kevesebb kombinációt látunk. Tehát úgy szép lassan azért feldolgozzuk ezeket az összefüggéseket. No. Hát ennyi kis bevezető után lássunk hozzá a mai témánkhoz. A kártyán, és ebben főleg spirituális embereknek mondanám, hát ez csodálatos, hát nem? Hát ott ül egy Buddha. Fantasztikus. Hát igen, csak a történet nem ennyire egyszerű. Azt már észrevehettük, hogy Péter Orbán az oroszlán, tehát azon belül annak uraként a nap kártyákra az ego megnyilatkozását mondja, hiszen itt az árnyékról van szó. Ugye a nap az kétféle lehet, már a nap szimbolikus jelentése. Az egyik jelentése az maga az Isten, a fény. Számunkra itt a Földön ő képviseli a fényt, ez nem kérdéses, és az életet. Nap nélkül nincs élet. De hát nyilvánvaló, ez nem az árnyékról szól. Tehát itt az önmagunk fejlesztése szempontjából érdekes ez az egész, hiszen a nap mindannyiunk horoszkópjában rólunk szól. Az egónkról szól. Elérkeztünk az oroszlán halak kombinációhoz. Ugye a halaknál ő a Neptunuszt adja meg uralkodónak. Hát ez egy új szokás most Nyugat-Európában, hogy az újonnan felfedezett égitesteket helyezik ezekhez a jelekhez. Itt én azért betenném először a Jupitert. Azon egyszerű oknál fogva, mert a Jupiter az a végtelen szeretet és elfogadás szimbóluma. És itt ez a kártya arra figyelmeztet, hogy át kell élned, át kellene élned az önzetlen halak végtelen szeretet és elfogadás szimbólumát. Ahhoz viszont teljesen le kell mondani az egóról. Az életünk folyamán, hogy tegyem hozzá, hogy ennek van egy természetes ciklikussága. Megszületik egy kicsi baba, és szép lassan beazonosul, nyilván én vagyok a Marika, amit tudom én, Kovácsék lánya, stb. Tehát itt lakom, szép lassan megtanulja azokat az információkat, amelyek ő hozzá mint egóhoz tartoznak. Hiszen az egótlan állapotnak
itt a Földön nincs igazán jelentősége. Azon egyszerű oknál fogva nincs, mert ez a földi lét, ez pont az egóval való azonosulásról szól. Tehát amikor elérkezünk az életünk alkonyához, akkor szép lassan el kellene engedni ezt az egót. Tessék csak belegondolni, hogy az oroszlán az még az ötödik jel. A szórakozás, az örömök, a gyermek, a szexualitás, stb., hogyha a házhoz ötödik jel, ötös ház vonatkozásában nézem. Kreativitás, alkotás, megcsináltam, megmutatom, uralkodom, stb. A halak az egy ciklusnak a befejező jele. Hát valami befejeződik. Valamit el kell engedni. Ebben a kártyában ez is benne van. Ezekről Péter Orbán nem beszél a könyvében. Ezért tartottam fontosnak plusz hozzátenni, amit én gondolok még erről. És amiről Péter Orbán beszél, az a Neptunusz. Valójában a semmiről van szó. A semmiről, bár ugye ő ennek a lapnak azt a nevet adja, hogy visszavonulás, a visszavonulás az valójában azt jelenti, hogy én elengedem az élet hívságait. A semmi az azért ennél durvább. A semmi az valójában azt jelenti, hogy nem tartozom senkihez és semmihez. Hiába vannak körülöttem emberek, senkihez se tartozom. Valójában ezt a kártyát ő, mármint Péter Orbán, úgy éli meg, mint egy ilyen nagyon-nagyon fontos, és példákat is hoz, Eckhart mestertől kezdve nagyon sokféle példát hoz, arra nézve, hogy becsukni a szemünket, és kizárni magunkat a külvilágból. Ez a kártya, ez erről szól. Tehát vége az úgynevezett zajos életnek, vége azokhoz, azoknak a viszonyítási alapoknak, annak is vége, mert nagyon gyakran úgy határozzuk meg magunkat, hogy valamilyen viszonyításban gondolunk önmagunkra. Valakihez vagy valamihez viszonyítunk. Akár időben viszonyítunk, akár távolságban viszonyítunk. Tehát ezeket a viszonyításokat, ezek valójában támaszt adnak az egónak. Ahhoz képes tudja meghatározni önmagát. Péter Orbán azt mondja, hogy csukjuk be a szemünket, és engedjünk el mindent. Mindent. Valójában, ugye, ha egy picit belegondolunk, tehát az életünkben éljük meg azt, hogy nincsen semmi. És hát nyilván arról szól a történet, hogy ez egy, tehát abban az esetben, ha ezt tényleg kritika nélkül meg tudjuk tenni, akkor ezt felfoghatjuk egy beavatásnak. Ilyen értelemben ábrázolja Buddhát ez a lap. De a hétköznapok síkján, az árnyék vonatkozásában,
ezt felfoghatjuk úgy is, hogy feloldódott az életünk, és kikerültünk a semmi közepére. Nincs semmilyen egzisztenciánk. Nincs semmilyen történés, amikor érdektelenné válik az étel, az ital, a másik ember. Tehát igazából véve ezt felfoghatjuk egy rendkívül ilyen számkivetett állapotnak. De a számkivetett állapot az még arra nagyon jó, hogy magamat, hogy is mondjam, csak a saját sebeimet, lelki sebeimet nyalogassam. És azt próbálja üzenni Péter Orbán ezzel a lappal, hogy erről is mondjunk le. Tehát nincs semmi, semmi. Csukjuk be a szemünket a külvilágra. Lehet azt mondani, hogy oké, de hát az egy meditáció. Hát igen, az egy meditáció. Valójában az egyik legizgalmasabb kérdésre akkor kapjuk meg a választ, ha ezt megtesszük. Ez a legizgalmasabb kérdés, ez a ki vagyok én? Miután tudom, hogy miről beszél Péter Orbán, ezért el tudom azt mondani, hogy egyrészt ez az élmény, ez analóg a halállal. Tehát bizonyos értelemben a megsemmisüléssel. Igen, csak aztán nagyon nehéz ezekről szavakban beszélni, bocsánatot kérek. Tehát, amikor az ember azt éli meg, hogy egyszerre minden és egyszerre semmi, és mégis van valami, de ez a vanság, ez semmivel nem hasonlítható össze, amit a földi ismereteink sugallnának. Ez a lényeg. Amikor az ember eljut ahhoz a pillanathoz, hogy már csak a megfigyelő létezik, na de valójában nincs tárgya a megfigyelésének. És ugyanakkor van ebben az egészben épp a halak folytonosságánál, vagy szimbolikájánál fogva, egy végtelen határtalanság. És ez a végtelen határtalanság, ez azt üzeni, hogy csak úgy engedjem bele magam, úgy sodródjak bele ebbe a végtelen határtalanságba. Hát ez ilyen szempontból, az ego szempontjából sok sebből vérzik. Márpedig, aki ezt a lapot húzza ki először, azt ugye az előző kártyán még csak annyi volt, hogy a király kiesett a
enyhén szólva fotelből, karosszékből, trónszékből. Itt többről van szó. Itt egy olyan állapotról van szó, amikor szinte minden elveszett. A Neptun az a ködösséget is szimbolizálja, tehát amikor eljutunk egy olyan pillanathoz, ahol senkit nem lehet már hibáztatni, senkire nem vetíthetünk rá semmit, mert nincs is senki körülöttünk, és magunkat se hibáztathatjuk, mert egyszerűen valami történik, és itt arra kell rájönni, egyébként a halakkal nagyon gyakran az angyalt is azonosítja Péter Orbán, hogy itt valami olyan erő van, amely túlmutat mindenen. És nincs hova, nincs mibe, és nincs miért kapaszkodni bármibe is. Hát, Szebes Mária néni, azt hiszem a Vörös Oroszlánban egy fejezet címnek adja ezt a mondatot, hogy a legmélyebb mélység legalsó pontján. Valami ilyesmi. Amikor nincs már hova, és nincs már tovább, és amikor rá kell jönnie minden embernek, hogy a létezés alapja ő saját maga. Kerülgetjük, mint macska a forrókását. Hát, ha a létezés alapja én saját magam vagyok, és ez az én már nem az ego, hát akkor ki vagyok én? Nem mondom ki. Úgyhogy második lapként ajánlja módszerként Péter Orbán, hogy engedjünk el mindent, ne akarjunk kapaszkodni, képzeljük el, hogy egy tutajon vagyunk, és csak sodródunk a vízzel. Tehát most, mint asztrológus mondom azt, hogy amikor rábízom magam a végzetre, vagy amikor kimondom azt a csodálatos mondást, gondolatot, amit Jézus mond, Uram, ha lehetséges, múljék el ez a kehely, de mindazonáltal legyen meg a te akaratod. Az legyen, amit te akarsz. Tehát amikor úgy belenyugszunk a saját végzetünkbe, már nem harcolunk, már nem, csak úgy. És itt jön be megint egy nagyon izgalmas fogalom, amit Péter Orbán nem mond, vagy a fordításban nem hangzik el. A derű. Tehát, hogy nem pusztán nyugalom, egy derűs nyugalom. Nem véletlenül van nagyon gyakran Buddha mosollyal ábrázolva. Az a derű. A derű nyugalmával. És hogyha ezt meg tudom tenni, na akkor, ha harmadik lapként húzom ki, akkor az a halap azt jelenti, hogy most valamibe beavatódtam. Valami letisztult, valamit átéltem. Direkt kerülöm azt a szót, hogy megértettem, mert a fene megette, ha ezt meg kell érteni. Ez túl van. A megérteni, megértettem a másodfokú egyenlet megoldó képletét. Nem, ezt nem megérteni kell, ezt átélni kell. Ez a lényege az egésznek. És hogyha átélem, akkor már tudom, hogy és akkor itt jön be az, amit itt most látnak, hogy én dadogok, mert nincsenek rá szavak. Nincsenek rá szavak. És ezt
merre vezet az út? Nincs út. Nincs út. Egyetlen lehetőségem van ezt az egészet önmagamban átélni. Nem kint, ott nincs semmi. Önmagamban átélni. És vagy átélem, vagy nem. Ha átélem, akkor már nincs róla mit magyarázni, mert ilyenkor van az a helyzet, amikor az egyén eljutott egy felismeréshez, és onnantól kezdve ő tudja, a többieknek meg mit magyarázom, mikor nem tudja szavakban elmondani. Amikor kérdezik Jézust a mennyországról, akkor azt válaszolja, hogy szem nem látta, fül nem hallotta. Vagyis, hogy földi érzékeléssel, érzékszervekkel ez fel nem fogható, csak átéléssel. Köszönöm szépen a figyelmet, Isten áldja Önöket, viszontlátásra! Thank you.